szerelmi tárlat nyílt a Jármi Kisnemesi házban. Három kiállítóteremben az ifjú párok használati tárgyaival és az udvarlás régi hagyományaival ismerkedhetnek meg a látogatók. Az első szobában képek illusztrálják a szerelmes pár találkozását és ismerkedésük szakaszait. A másik teremben a régi házak egyik legjellemzőbb tárgyát, különböző falvédőket láthatnak a vendégek, amelyek dekorációként is szolgáltak, a kendőkre hímzett szövegek pedig a háziasszonyokat dicsérték. A Sóstói Múzeum falu néprajzi raktáraiból gyűjtöttük és válogattuk ki azokat az anyagokat, amelyek itt, azokat a tárgyakat, amelyek itt láthatóak a kiállításban, és ez mindegyik valamilyen formában a szerelemhez kapcsolódik. Tulajdonképpen a néprajz tárgyakon valamilyen formában ez megjelenik, és ezek használati tárgyak, tehát nem dísztárgyakról van szó. Akár egy mángorlót nézünk, amit szerelmi ajándékba adtak, ami a vasaló őse volt. A harmadik szobában a nők szimbóluma, a tulipán is megjelenik, amelynek piros színe a szerelemre is utal. A különböző formájú és színű virágok a nők különböző életszakaszait idézik fel. A férfiak szimbóluma a szív vagy a fordított szív. A lányok kelengyés ládájának jellemző motívuma is ez a virág, amelyet legtöbbször a rokonok készítettek el. Ezek mellett a fiúktól kapott szerelmi ajándékokat is megtekinthetik a látogatók. A hétvégén egy állandó tárlat is nyílik a múzeumfaluban. Három olyan eredet vélet pálinka van, amely a megyére jellemző. Ez a szilva, a szatmári szilva, az újfehértói fürtösmegy pálinka és a szabolcsi alma pálinka. Ezek a történetéhez kapcsolódnak. A pálinka fogyasztáshoz kapcsolódó tárgyak talán nem annyira ismert, de a mi néprajzi gyűjteményünkben sok olyan cserép edény van, tárgy, amelyikből pálinkát ittak, ezek a pálinkás bugykosok, és ezek kifejezetten személyre szabottak, személyek számára készítettek, és ebből is mutatunk. Az év elején elkészült pálinkaházban több a pálinka főzéshez kapcsolódó eszközöket is láthatnak majd az érdeklődők, de kóstolásra is lesz lehetőség szombat délután.